Isten katona bátya. Neked is, fiam. Szabad-e bemenni ebbe a városba? Szabad, szabad, hogy ne. De én nem ajánlom. Megromlott a vizünk. Egy szűk erecskéből csordogál, csak annyi, hogy egy-egy kortyút naponta minden itt lakónak. Ezért mondom neked, ne akar bejönni. Nem tudom, mit tegyek. A kulacsom még tele van. Hanem az elemózsiám már 2 napja elfogyott. Élelmünk van bőven. Nem lehetne vele cserélni, te fiú? Jó szívvel kínálom. Tessék, igyék bátra. Köszönöm. Én meg nesze, adok neked kenyeret szalonnát. Köszönöm. Ja, jó. Mondok én neked valamit, te fiú. Feltarisznyázunk mi istenesen, ha elvállalod, hogy jártodban keltedben valahogy megtudod, mitől is romlott meg a mi kutunk vize. Ha szerencsével jársz, gazdagon megajándékoz a mi királyunk. Még a lányát is hozzád adja feleségül. A feleségem van már nekem, bátyám. Legalábbis úgy félig meddig. Hanem útra való elemózsia, az bizony jó volna. Felcsapok, ha állja. Ez a beszéd, fiam. Menjünk a királyhoz. Adjon Isten, bátya. Adjon Isten, fiam. Szabad-e bemenni ebbe a városba? Szabad, szabad, hogy ne. De én nem ajánlom. Innen mi tőlünk hosszú ideje már csak elfelé mennek az emberek. Nem tudunk fűteni. Városban, határban, már esztendők óta minden fa kipusztult. Megveszít mindenkit az Isten hidege. Minden fa kipusztult? És ennek mi az oka? Na hiszen, ha tudnánk. Mágusok, bölcselők, mindenki próbálta kitudni az okát. Pedig ha valaki megtudná a titkot, gazdag jutalmat nyerne, a király még a lányát is neki adná feleségül. Feleségem az van nékem, úgy felibe harmadába. Hanem azért csak felvállalkoznék mégis. Nem való az, hogy egy egész város fázzon. Akkor gyere már is, fiam, a királyhoz. Na, add a kezed. Gyere. Adjon Isten, bátya! Merre van a révész? Én magam vagyok az. Mennyi révdíjért visz keresztül a folyó? Már csak azt viszem át, aki visszajövet, megmondja én nekem, hogy szabadulhassak. Itt járom a vizet 7 esztendő óta, innen túl, amonnan vissza szakadatlan. Már most meg akarom tudni, hogy adjak túl ezen a szolgálaton. Ha át akarsz jutni, meg kell fogadnod, hogy ki tudod a módját. Szívesen vállalom. Mikor indulhatunk? Indulhatunk már is. Szállj be! Jaj! Így né. Hanem most már nincs vissza úgy, fiam. Már most meg szabad mondanom, hogy odatúl mi vár. Tudd meg, ha kiteszlek, már akkor az ördög birodalmában vagy. Ott én nem felelek, te érted? Ott magad állsz jót magadért. No hát készülődj. Még ilyen utasom eddig egy sem akadt. A többi mind halálra vált, mikor megtudta, hol vagyunk. Meg lehet, hogy azok nem ide készültek. De én éppen az ördögöt keresem. Nem nagyon kell ám az ördögöt keresni. Megtalálni hamar. Ha keresed, ha nem. Na csak szállj ki, s eredj! Szerencsés utat, édes fiam! Köszönöm, bátya! Köszönöm! Ha, te ki vagy, fiam! Mit keresel itten, ahol még a madár se jár? Kedves öreganyám! Az én nevem János. Nagy járatban vagyok. Halljuk, mi lenne az? Elsőbben is nekem 3 aranyhajszál kellene az ördög üstökéből, tudja?
Na, az nem csekéség. Hogyan is gondolod? Még azután három titkot ki tudni is szándékomban állana. Na csak, aztán milyen titkok érdekelnek téged? Hogy egy bizonyos városban miért apadt el a kút? Miért száradnak el a fák egy másik városban? Na, és a harmadik? Hogy az öreg révészt, a nagy folyón, aki evez ide-oda, miért nem váltják már le 7 év óta soha? Fiam, egyet mondok. Igen? Én ezt mind nem tudom. De tetszel nekem, talán segíthetek. Ügyes, okos, bátor fiú lehetsz, ha már idáig eljutottál. Most csak azt vállald még, hogy elvarázsollak. S te meg aztán figyelj! Elvarázsol? És mivé? Mivé is? Mondjuk, legyél hangya! Hangya? Vagy mi lennél inkább? Hát, ha lehetne választani... Hangya leszel és kész! Igen. Kígyókák a béka, kíkok váladéka. Vegyed a korhat fának kérgét, fekete viper a sárga mérgét, gyűrt kelengye, száraz kalandja, változz át és legyél hangya! Így. Most aztán ide bújhatsz be a szoknyám korcába. Van itt 1000 ránc, itt még az ördög se talál meg, de nem ám! Most azután figyelj! Figyelek, öreg anya! El ne aludj! Hallgass! Hallgatok! Jól jegyezd meg mindent! Többet nem segíthetek, mert én akármit hallok is, mindjárt elfelejtem! Csendesen! Már jön is! Hideges vagyok! Mit főztél, öreg anyám? Majd meglátod mindjárt! Ha nem megálljunk csak, ember szagot érzek! Persze, hogy persze! Te vagy emberszagú! Örökösen az emberek között kajtatsz! Azokat rongálod! Persze, hogy rád tapad a szaguk! Na! Ülj csak le végre, ne csinálj itt rendetlenséget, nem a fenti világban vagy! Most nem tiszta valahogy mégsem a levegő! Mindent! Na, most már elég legyen, itt az étel, egyél! Egy az... Béka! Nagyon szeretem! A sárkány csülök! Azt szeretem! Na gyere, nyomkod meg a hátam! Jó van, ma. Itt is! Ott is! Na, most óvatosan! Mi volt ez? Semmi, ne ijedj meg! Valamit álmodtam, álomban a hajadba kapaszkodtam, ennyi az egész. És mit álmodtál? Hát egy valami kútról. Kútról? Igen, hogy milyen jó vízű kút volt, az aztán meg elapadt, megposhatta a vize. Hát persze, hogy elapadt. Egy nagy, mérges békát ástam én a kút alá. Azt, ha megtalálnák, lehetne jó vízük, de sose találják. Alszol! Kérdezze meg, öreg anyám, miért szaladtak el a fák? Na, jól van. Akkor gyerünk a második szállal.
már megint? Jaj, megint álmodtam, belét kapaszkodtam. És mi a fészkás fenét álmodtál már megint? Hát egy száraz erdőről. Száraz erdő? Na, minden fa kirohadt, az emberek fáznak, nem tudnak fűteni. Nem is fognak, soha. Miért? Én bújtattam el a földbe egy vén kígyót. Az mindig kirágja, ami fácska sarjad. Na de most már hagyjál aludni. Hagylak. Hát ez már mégis csak sok! Mi a nyavaja lett? Nem tudom, mi van velem. Talán a te pálinka bűzöd azokat. Micsoda? Már megint álmodtam, és megint a hajadba kapaszkodtam. Vettem észre. Na, egy révészről álmodtam, akit 7 esztendeje már nem váltott egy senki. Miért olyan bolond? Bolond? Csak oda kell adni az egyik evezőt az egyik utas a kezébe, és már is mehet a dolgára. De most már elég legyen. Na, jó van. Na, de én itt nem hallhatom. Ha te folyton folyvás csak álmodozol, rángatózol meg a hajamba, kapaszkodsz. Nem akarom. Na, maradj csak itt magadnak. Jó van. Én meg megyek. Lepjenek a belső barlangba. Na, menjé, jó van. Ébren vagy, fiú? Hallottál-e mindent? Ébren vagyok, igen. Már mindent tudok is. Na, akkor kimegyünk most a barlang elé. Itt nem kockáztatom a visszavarázslást. Észrevehetted, hogy milyen éles a hallása. Gyerünk, ott azután János lehetsz megint. Így, né, már itt jó lesz. Ja, jaj, elfelejtettem a varázsigét. Mi ez most? Mi lehet? Valami kígyó. Úgy van. Kígyókák a béka, kíkok váladéka. Vegyed a korhat fának kérgét, fekete viter a sárga mérgét. Gyűrt kelengye, száraz kender, változz át és legyél ember. Nesze! Itt az ördög 3 aranyhajszála. Mehetsz az utadra. Hey, nem fog ezt állni az átok Ilonkámon. Ilonka? Jól elrejtem, ide a tanisznyám mélyébe. Megint csak nem tudom, hogyan köszönjem meg. Uh-huh. És hogyan köszönjek... Mered csak! Itt a pokolban nemigen udvariaskodunk. Eredj! Nem szokás itt a jó madar. Ma, holnap, majd nálatok se a földön. Menj csak! Nem lesz már ott se szokás a jó madar. Ha-hó! Erre! Itt látnak, szereim! Hát előkerültél, édes fiú. Itt vagyok, ragyogok. Indulnék már vissza. Átviszlek, nem bánom. Na, gyere! Majd kiborított. De arra ne gondolj, hogy becsaphatsz, fiam. Ha nincsen felelet, elég egy billentés, a folyóba vetlek. Nincs semmi turpiság a dologban, bátyó. Mi egy partot érünk, megadom a választ. Erre kíváncsi vagyok, 7 év után. Akkor hát rajta, fiú! Gyerünk! Gyorsabban vágyunk! Na, hát itt is vagyunk. Szállj ki, fia! Na de most aztán már halljam azt a feleletet? Csak annyi az egész. Mikor legközelebb utasa akadna, adja a kezébe az egyik evezőt. Bátya meg elmehet dolgára szabadon. Ennyi, ha ezt elébb mondod, édes fiam, már a te kezedbe adtam volna mindjárt. Ezért nem mondhattam előbb, csak már itten. Nekem még ezután sok dolgom van, tudja. Na, se baj. Akad majd valaki erre hamarosan. Köszönöm a jó hírt. Ügyesen forgattad a szót, te pokorra való. Pokorra én? De hiszen onnan jövök, bátyom. Köszönöm!
Adj Isten, fiam! Megismerem én. Meg én, megismerlek. Bár nem hittem volna, hogy még viszont látlak, fiam. Nem én. Bezzeg a királyunk. Jobban bízott benned. Azt mondja én nekem, Sándor, mert úgy hívnak, ha jönne a fiú, amíg oda vagyok, itt ez a díszruha, itt egy zacskó arany, ezt add oda neki, ha valami hírt hoz. Na, itt a holmi, nézzed! Te gyönyörű holmi, de ragyogó arany. Na, hát azt híred van-e? Van, s pedig jó hírem. Egy nagy undok kígyó rágja el a fákat. Azt az erdő kellős közepén meglelik. Csapják agyon, aztán nem lesz többé bajuk. Ha? Na, fiam, ez derék. Megmentettél minket. Na, vedd fel ezt a ruhát, tedd el az aranyat, jöjj a palotába. Ha megjön a király, olyan ünnepséget rendezünk itt neked, hogy öregkorodban is megemlegeted. Köszönöm, bátya, a szíves invitálás, de sietős utam van ám hazafelé. Ha hát megengedi, viszem, amit kapok, de ünnepelni és várni nem akarok. Akkor hát kísérjen szerencse utadon. Én meg ezt a jó hírt már is megjelentem. Ég veled! Kívánok neki örömet, békét, s meleget! Köszönöm! Adjon Isten, katona bátya! Adjon Isten! Megismerem még! Megbocsásson, úrfi, én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna. Pedig bizony ismer. Én vagyok a János, akinek kenyeret meg szalonnát adott cserébe egy italvízért. Te lennél az. Bizony, meg nem ismertelek volna ebben a díszes öltözetben. De hoztál-e hírt, édes fiam? Hoztam én hírt, bátya, és pedig jó hírt. Na, mondjad, fiam. Egy nagy undok béka van a kút fenekén a város közepén. Azt a békát, ha kiássák, lesz friss vízük bőven. Na ez jó hír! Gyere, megkapod a díjat! Hadd ne menjek, bátya. Azért is mondtam el, hogy mit kell tenni, mert már nagyon hazahúz a szívem. Van elegendő kincs a tarisznyámban. Nem kívánok többet az elégnél. Akkor hát, szerencsés hazatérést, fiam. Köszönöm! Már meg se állok a falunkig.